A vívó világbajnokság, amely egyben olimpiai kvalifikációs verseny is. A Szilágyi Áron fémjelezte csapat bizakodó, mindenki egészséges és egyre jobb formát mutat. A sportág az utóbbi években elkényeztette a szurkolókat, a vívók pedig újra a legjobbak közé akarnak kerülni. Így zajlott az utolsó edzések egyike a milánói világbajnokság előtt. A válogatottnak a júniusi Európa-bajnokság után nem maradt sok ideje pihenni, mégis sikerre éhesek. Ugyanúgy válok neki ennek a világbajnokságnak, mint 17 évesen az első 2007-es VB-nek. Gyermeki lelkesedéssel várom már, hogy elkezdődjenek az egyéni küzdelmek. Nem tudom, miért van ez, de abszolút sikeréhes vagyok, és ott szeretnék lenni a legjobbak között. Erre az idei formája alapján is minden esélye megvan. Két nemzetközi versenyt nyert már, a világranglista második helyén áll. Akár csak a világbajnok és olimpiai ezüstérmes párbajtőröző Siklósi Gergelynek. Ő kiemeltként a legjobb 64 között kezd. Én a 8-ba jutással elégedett lennék, furcsán hangzik világbajnoktól, de az elmúlt versenyek nem sikerültek jól, kicsit sérült voltam, de nyilván, hogyha bejutok a 8-ba, akkor már 4-be akarok jutni, és hogyha már bejutsz a 4-be, akkor már döntőt szeretnél vívni, szóval mindig a következő cél, inkább azt tudom mondani. Az edzést Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár szintén meglátogatta. Mint elmondta, fontosnak tartja, hogy ne egy irodában ülő adminisztrátor képeljen a sportszakmának róla. Én nagyon szeretek is egyébként eseményekre is eljárni, és edzésekre is. Itt a helyszínen beszélgetni a nagyon fontos kvalifikáció szempontjából kiemelten fontos világbajnokságot megelőzően, hogy van a csapat, milyen formában várják, mentálisan, fizikailag, milyen esélyekkel, milyen nüanszok dönthetnek. Nyilván az ember megkérdezi, hogy tud-e bármivel segíteni. Most szerencsére nem kellett, a felkészülés rendben zajlott. A női kard válogatott például fiatal átlag életkora ellenére címvédőként lépett majd pástra. Nincs papírforma, mindenkinek a legjobbját kell nyújtania, hogy újra a dobogó legfelső fokára állhassanak. Csapaton pedig ott is szeretnék ugye minél jobban vívni, és nem rágacsolni arra, hogy az előző világbajnokságot ugye megnyertük, és hogy ez ne legyen teher rajtunk, de szerintem, ha úgy vívunk, mint az európai játékokon, olyan egységesen, meg kiegyensúlyozottan, akkor szerintem bármi lehet. A vezetőedzőknek a beszámolója, ami egy ilyen rögtönzött beszámoló volt, azt mondták, hogy mindenki nagyon jó állapotban, hála Isten, mindenki egészséges. Nyilván a vívósportnak ez egy nagyon fontos világbajnokság, hisz gyakorlatilag ez egy olimpiai kvalifikációs világbajnokság, és nyilván minden egyéniben, mint csapatban, de igazából ugye a csapatokra koncentrálunk, fókuszálunk, mert bízunk benne, hogy sikeres lesz ez, ha mondjuk úgy, hogy 29 nap. Időközben Novák Katalin köztársasági elnök nemzetközi fair play díjra jelölte Szilágyi Áront. A kardvívó a budapesti világkupa döntőjében tanúsított példaértékű magatartást, amelyet egyébként meg is nyert. Nagyon megtisztelő, és nagy örömmel fogadtuk a köztársasági elnökasszonyt második otthonomban, Pasaréten, a Vasas vívócsarnokában. Én azt gondolom, hogy a sportolóknak, olimpiai és világbajnokoknak feladata, hogy példát mutassanak a fiatalabb generációnak. Nagyon örülök, hogyha én ezt meg tudom tenni. Még egy érdekesség, az edzésen mutatkozott be a válogatott új szerelése. A vívás magas presztízsű sport, így fontos az elegancia, ehhez igazodik a friss ruha. Nagyon tetszik, nagyon kényelmes, végre a nadrág és a póló is jó rám, mert ez általában állam nem szokott összejönni, úgyhogy nekem igazán tetszik. A vívásban mindig csak a következő tus számít. Nos, elsőként a női párbajtőrözők és a férfi kardozók kezdik majd meg a küzdelmeket.